A berlini magyar nagykövetség adatai szerint Németországban jelenleg 1200 magyar vállalkozás tevékenykedik. A régióban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számos német érdekeltségű cég működik. Ezek szintén kapcsolódási pontot nyújthatnak a német piacokhoz. Jellemzően, amivel a leggyakrabban megkeresnek bennünket magyar vállalkozások, az éppen a piaci információk összeállítása, ágazati információk, üzleti partnerkeresés nagyon gyakran, tehát már egy adott termékszolgáltatás esetében, aztán vásárokon, kiállításokon való részvételnek, Németország részvételnek a megszervezése, illetve ugyan ezek vannak kevesebben, de előfordul, hogy olyan vállalatok is megkeresnek bennünket, akik Németországban szeretnének leányvállalatot alapítani, illetve saját céggel szeretnének a német piacon megjelenni, ebben is tudunk segíteni. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara azt ajánlja a magyar vállalkozásoknak, hogy felkészülten vágjanak bele a németországi terjeszkedésbe, és nem menekülési alternatívaként gondoljanak a német piacra. Legfontosabb a nyelvtudás mellett az üzleti kultúra és a heterogén piac ismerete. Nagyon sok megkeresést kapunk szoftverfejlesztés területéről, valamint olyan területről, ami mechanikus, tehát összeszerelési munkát igényel, jellemzően például elektronika, de ugyanakkor a magyar élelmiszerek is keresettek Németországban. Nem feltétlenül minden esetben ajánlunk egyébként cégalapítást, lehet van, amikor egy kereskedelmi partnerrel, vagy éppen egy kereskedelmi ügynöknek az igénybevételével nagyon jól működtethető ez a tevékenység, de vannak olyan területek is, jellemzően például az ipari szolgáltatások ide tartoznak, amikor egy nagyon nagy helyismeretet, illetve nyelvismeretet igénylő témáról beszélünk, akkor szoktuk ajánlani a cégalapítást, és itt a legközkedveltebb társasági forma az a KFT. Balog Ilona hozzátette, a piacra lépéshez fontos földrajzilag jól pozícionálni a terméket vagy a szolgáltatást, mivel Németország 16 különböző gazdasági potenciájú tartományból áll. Emellett a vállalkozásoknak stabil lábakon kell állniuk, hogy fel tudjanak készülni a devizakockázatok kezelésére is.